Itt a török udvarban készítik majd el a következő napokban Székesfehérvár első esőkertjét, mely a Grundfos támogatásának köszönhetően jön majd létre a belvárosban. Összesen 1000 darab évelőt ültetnek majd el itt. Elsősorban azért gondoltuk ezt, mert ez egy helyi fehérvári megmozdulás, és számunkra nagyon fontos, hogy jelen legyünk a fehérvári hétköznapokban, a városban, és ne csak a bent az üzemben. Ez volt az első fontos része számunkra. A másik az, hogy mivel ez a környezettel, a vízzel van összefüggésben, hiszen mi ugye a Grundfos egy szivattyúgyártó cég vagyunk, ez volt a másik indítatásunk, hogy részt vegyünk ebben a megmozdulásban. Székesfehérvár polgármestere örömét fejezte ki, hogy a csónakázó tó melletti japán kertet építető Denso után újabb cég vette ki a részét ilyen módon is, hogy élhetőbbé tegyék a várost. Grundfosznál adta magát a víz, és adta magát aztán, hogy a városgondnokságnak volt egy ötlete, hogy egy esőkert jöjjön létre, és most itt vagyunk a török udvarban, hogy ez a kis fejlesztés meg is kezdődött, és egy-két hét alatt be is fog fejeződni, több mint 1000 növény elültetésével, egy hozzá kapcsolódó társadalmi munkával együtt fogja szolgálni ez a fehérváriak érdekeit, és talán azért is fontos ez, mert jó példát is mutat, hogy hogyan lehet összegyűjteni a csapadékvizet, az esővizet a tetőkről, a környező csatornákból. Az esőkertnek ugyanis pont ez a lényege, hogy helyben gyűjtse össze a csapadékvizet, ezzel is egyenletes ellátás biztosítva a beültetett, jellemzően évelő növényeknek. Hasonló kerteket Fehérváron az egyes körforgalmakban már láthattak a városban élők. Itt viszont, amellett ugye kialakítunk egy 40 fajból és fajtából álló, igazán biodiverz és sokszínű, magas értékű zöldfelületet, itt az lesz a cél, hogy a török udvar gyakorlatilag felső részében található épület együttesnek a tetővizeit beforgatjuk gyakorlatilag ebbe az ágyásba. Lesz egy nagyon szép mosott kavicsos befolyó ebbe a kis zöld felületbe, és gyakorlatilag ez egy mélyített kert lesz. Tehát amikor nagy lezuduló csapadék van, akkor ezek a növények fogják megkapni ezt az esővizet. Emellett pedig szárazságtűrő fajták is kerülnek majd a kertbe. A talajrendezési munkák végeztével jövő héten kezdi majd a növénytelepítést itt a városgondnokság.